Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam: utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét: láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: akire látod, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Szeretett testvéreim, keresztelő János így tett tanúságot Jézusról: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János tanúságát egyházunk kezdettől fogva beemelte liturgiájába. Annyira sokat mondó és szemléletes, annyira új szövetségi a bárány jelképe és Jézus Krisztus kereszt áldozata, hogy minden szentmisében ezt fontoljuk meg, ezt elmélkedjük át a szent áldozást megelőzően. Keresztelő János tanúságot tesz hitbeli felismeréséről, mint ahogyan minden kereszténynek Krisztus tanújává kell válnia. A pap a szentmise során felmutatja Krisztus testét, mint az áldozattá váló isteni bárányt. Ebben bűnösségünk is benne van. A mi bűneinkért halt meg a kereszten. Igaz, tulajdonképpen egy közös bűnről van szó, az ősbűnről, amely miatt mindannyian elestünk, és Isten gyermekség nélkül születtünk erre a világra. Ezért szükséges a megváltás, ezt hozta el nekünk Krisztus, a húsvéti bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett. Minden szentmisében ezt a megváltó áldozatot ünnepeljük, ezért adunk közösen hálát. Mennyire más emberként mennénk ki a templomból, ha kinyitnánk szívünket és értelmünket, fogékonnyá tennénk lelkünket Isten bárányának felismerésére, aki elveszi ma is bűneinket. El kell engednünk a bűnhöz való ragaszkodást, hogy újjáteremthessen bennünket. Meg kell nyitnunk rendszeresen a gyóntatószék ajtaját, és nem csak a nagyobb ünnepek kötelező szokásaként letudni szentgyónásunk elvégzését. Legyen ez a feladatunk, szeretett testvéreim, ismerjük fel a közénk jövő Istent, aki a megbocsátás szándékával jött el közénk. Amen.